Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A harmadik negyed végéig partiban volt a KSC Szekszárda Sopron Baskettel a női kosárlabda Magyar Kupa idei pécsi döntőjében. 6 pontra voltak a címvédőtől. A hőn áhított áttörés azonban az utolsó játékrészben nem következett be, éppen ellenkezőleg. A végjátékba már belefáradt Zsejko Gyokics csapata, és abba a tempóba is, amit azt megelőzően 30 percen át diktálni próbálta több nemzetközi szinten is minőségi játékossal rendelkező Sopronnal szemben. Mind a két csapat a védekezésre fektette a legnagyobb hangsúlyt, nemzetközi szinten jellemző, játékszituációkhoz igazított, vegyes védekezés magas iskoláját mutatták be a játékosok. Így kevés, üresnek mondható dobóhelyzet hiányában kevés kosár is esett. Védőről azért a Sopron amerikai mezőnyemberei és a szerb új hullám kiválósága Crndakić jobban dobtak, és ez okozta a 6-10 pont közötti állandósuló soproni előnyt. Az utolsó 10 percre feltehetően attól a rohanástól és agresszivitástól, amit rápróbált erőltetni a KSC a Sopronra, sajnos önmaga fáradt el. Így bebiztosította 10 pontos győzelmét, és megnyerte az idei Magyar Kupát is az Euroligában az idén gyengében teljesítő nemzetközi sztárcsapat. Sopron Szekszárd Pécsett 52-42. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tartott a másiktól, és ezt a Sopron jobban tudta kezelni, és gyönyörűen védekezett végig, és ezzel nem tudott mit kezdeni a Szekszárd ezen a mérkőzésen, és nem tudta azt a nagyon gyors, indításos játékát játszani, amivel tegnap előtt érvényesülni tudott. Sok olyan kikényszerített dobás volt, aminek igazából esélye se volt, hogy betaláljon, úgyhogy ezzel nem igazán tudott mit kezdeni a Szekszárd. Nem sikerült a bravúr, ezt a Sopron bravúr lett volna azt gondolom megverni. Éppen minden meccsen annyit adott ki magából, amennyit ki kellett. Láthattuk itt a második félidőben, hogy megrázták magukat, és egy olyan szintű védekezés, nyomást gyakoroltak ránk, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Nagyon sokat kell még dolgoznunk, hogy felnőjünk a Sopronhoz, és igazi ellenfelekké váljunk. Nyilván a rájátszásban azért megpróbálunk mindent megtenni, hogy tudjunk majd bajnoki döntőt játszani, de hát olyan klasszis játékosokkal, mint például a döntőnek az MVP-je Crndakić, aki ugye Európa legjobb hármas posztú játékosává választották, azért nehéz felvenni a versenyt. És ami még ma hiányzott, azt gondolom, hogy amikor Studer Ágica és Ivana 1-es-2-es poszton egyikük sem tud átlag feletti teljesíteni, akkor sajnos annak általában ez a következménye. Tehát jó irányító játék nélkül, főleg egy ilyen ellenfél ellen nagyon-nagyon nehéz mérkőzést nyerni. A soproni vezető edző, mint utólag elárulta, az utolsó perc megkezdéséig még felettébb izgult a hőnúhajtott végső siker miatt. Egy ilyen meccsen szerintem előbb nem is lehet megnyugodni, mert tényleg a kosárlabda a játék, hogy percek elegek ahhoz, hogy megforduljon a mérkőzés állása. Úgyhogy egy nagyszerű ellenfél a Szekszárd, nagyszerű játékosokból és edzői stábból tevődik össze, úgyhogy gratulálok nekik, mert nagyon, nagyon jó mérkőzést játszottunk. Azt gondolom, lehet nem volt annyira látványos, de mindkét csapat a védekezésre épít. Gyokics mesterben a Sopron vitathatatlan nagyságának elismerése mellett csapata játéka hagyott ezúttal nem is kis hiányérzetet benne. Tudjunk mindannyian, hogy ők nagyon erős csapat, nagyon masszív csapat, és nagyon jól védekeznek, de szerintem én azt érzem, hogy mi ma maradtunk szállodában, és hogy kivék, mintha mentálisan nem voltunk elég élesek. Nem volt játékos, akire lehet támaszkodni, akire lehet adni labdát. Úgy éreztem, Taj Marshall, ha benne volt ellen valami, csak ő nagyon korán kapott faulokat, bement faul problémában, és szenvedtünk egész meccs alatt. Ahhoz, hogy a bajnoki döntőben is találkozzon ez a két csapat, mint az utóbbi években nagyon sokszor,
A papírforma alapján a KSC Szekszárnak van nehezebb dolga kétségtelen. Az elődöntőben ugyanis pályahátránnyal a Diósgyőrön kellene túljutniuk. A szekszárdi asztali tenisz tehetség Kizakis Nikolaos továbbra is az újonc korosztály legjobbja az egész országban. Ezt a közeli napokban is bizonyította a 13. életévében járó versenyző, éppen az országos újonc bajnokság megnyerésével. Menedzselése azonban a szakmai munkáját részben irányító volt versenyző édesapja meglátása szerint nem zökkenőmentes. Sokszor a válogatott keretedzéseken is előfordul, hogy nincsenek megfelelő színvonalú partnerei. Éppen ezért jelent sokat az, hogy a kisrác már topjátékosa az MB2-es Bonyhádi Vasasnak, és a felnőttek ellen is zsinórban nyeri a meccseket. Még nagyon kisgyerek volt, amikor már az újonc kategóriában az első három közé tartozott országosan a legtehetségesebb pingpongpalánták között Nikos Kizakis. Azóta csak fejlődött a kisrác asztali tenisz tudása, amit volt MB2-es játékos édesapja Georgis Kizakis is aktívan segít. Akad azért egy-két hozzá hasonlóan nagy tehetségű riválisa a kis Nikosnak, így az újonc bajnoksága mindig nagy csatát hoz az országos döntő az aranyért. Sokszor idősebb, magasabb, erősebb fizikú versenyzők ellen kell megküzdenie. A 13 éves Nikos azonban mindezek ellenére 2020 újonc bajnokának valhatja már is magát. Lej Balázs volt a döntő ellenfelem, és ő nagyon erős, végig oda kellett figyelni, és nagyon szorosan, de meg tudtam verni. Abban tudtam nyerni, hogy nagyon ott voltam fejbe, és hogy nem tudott kizökkenteni. Az édesapa folyamatosan részt vesz és részt kíván venni ezután is az ifjú tehetség felkészítésében. Akkor is, ha a válogatottnál van, lesz jelenése a fiának. Nincs is ebből konfliktus, mint oly sok esetben a közelebbi, illetve távolabbi múltban más családok esetében. A szakmai munkának a 90%-a amúgy is Szekszárdon zajlik. Az edző édesapa azonban némiképpen kritikát fogalmazott meg az eddigi keretedzésekkel kapcsolatosan. Ez nem 2 forintba kerül, hogy felutazzak Pestre, vigyem fel a gyerekemet, és tulajdonképpen elvárom azt, hogy elmegyünk egy válogatott edzőtáborba, akkor csak fölfelé pingpongozom, mert jelen pillanatban Szekszárdon csak lefelé pingpongozik, tehát ő nem játszik jobbakkal. Kizakis Georgis azt mondja, ütőerőben úgy általában fizikálisan előrébb tarthatna a fia, ha komoly ellenfelekkel készülhetne hétről hétre, de nincs így. Éppen ezért nagyon örül annak a lehetőségnek, amit az MB2-es Bonyhádi Vasas kínál számukra. Nikos ugyanis első számú játékosa a felnőtt bajnokságban szereplő csapatnak. A legutóbb is 4 győzelemmel és nagyszerű játékkal járult hozzá a Bonyhád győzelméhez a Gyenesdiás elleni hazai bajnoki meccsen. Te a fiam, hát sajnos ütőerőben még mindig le van maradva a korosztályától, és elmondtam neki, hogy neki 10-20 centire, ha hátra megy az asztalt, az neki már nagyon sokat számít, és neki asztal közelből kell megoldani ezeket a játékos elemeket, jó szervával, asztal közül gyors fonákkal is, és gyors tenyeressel. Én elmondtam neki, hogy az MB2 az nagyon jó felvezetés, mert tulajdonképpen itt, ha oda teszi magát igazán, és mindenkit úgy próbál megvenni, hogy elmondom neki, hogy tisztelőből játszom, és mindenkit annyira veri meg, amennyire tudja, akkor ez neki nagyon-nagyon jó edzés, és nagyon jó fejlődés ez az MB2. Fontos, hogy az asztal közeli játékban is, amiben az ázsiai országok, elsősorban a kínaiak lepipálják az európaiakat, de a világot is, fejlődjön a kis Nikos, aki már játszott olyan nemzetközi bajnokságon, ahol ázsiaiak voltak az ellenfelei. A magyar srác eljutva a 16-ig több mint helyt állt ellenük is a franciaországi korábbi versenyen. Nagyon más, mert nem olyanok, mint az európaiak, teljesen jobbak. A szekszárdi asztali tenisz tehetség sajnálja, hogy nem lehet ott Olaszországban azon a nemzetközi versenyen, ami a többi sportversenyhez hasonlóan a koronavírus járvány miatt elmarad. A serdülőknek kiírt Moac kupa, ahol a ranglista vezető Szántosi Dáviddal is összekerülhet, bizonyára némiképpen kárpótolja majd az elmaradt olaszországi utért. Kezdenek beteljesülni a szekszárdi Csigi Eszter focival kapcsolatos nagy álmai. A már 5 éves korában a babákkal és egyéb játékokkal szemben a labda rugdosását előnyben részesítő 20 éves egyetemista lány ugyanis előbb a legjobb magyar női csapat a Ferencváros felnőtt bajnokgárdájának stabil játékosa lett, a közeli napokban pedig további fejlődése érdekében külföldre igazolt, mégpedig a svájci élcsapathoz, az FC Bázelhez, melyben 2 meccsen már pályára is lépett.
Aki látta már 8-10 évesen fiúk között focizni Csigi Esztert, nem sokkal később pedig a női nagypályás foci csapat hiányában az U13-as szekszárdi csapatban egyetlen lányként edzeni és tétmeccsen a fiú serdülő bajnokságban szerepelni, az nyomban előállt jövendőmondó kijelentésével. E lányból focista lesz, ha nagy lesz, akárki meglássa. Így is lett, a 20. életévében járó játékos már több mint 2 éve stabil tagja lett a magyar bajnok Ferencváros felnőtt csapatának, középső-belső védőként 69 meccsen szerepelt. Úgy érezte menedzser édesapjával együtt, egy perspektívikus külföldi szerződés többet segítene további fejlődésében, előrelépésében, mintha itthon maradna. Az elküldött videóklippek spanyol és olasz csapatok érdeklődését is felkeltették, de mégis a svájci élcsapat az FC Bázelt választotta. És utána néztünk az FC Bázelnek is, és akkor láttuk, hogy igazából a férfi, de a női focit is nagyon fejlesztik, nagyon sok fiatal, tehetséges lány van, és szeretnének komolyabb szintet elérni, és végül igazából ezért döntöttem amellett, mert én is elég fiatalnak mondhatom még magam, és úgy gondolom, hogy onnan még többet tudok fejlődni. A Spanyolország az egy másodosztályi csapat volt, akik felszerettek volna jutni első osztályba, de végül ugye a Svájc mellett döntöttem, illetve az FC Basel mellett döntöttem inkább. Az FC Basel nem csak a meccs videók, hanem Eszter statisztikákkal is alátámasztható játékbeli erényei alapján tette le a voksot a magyar lány mellett, aki egyébként az egyetlen igazi légiósnak számít, hisz a nem svájci nemzetiségű néhány játékos már régebb óta Svájcban játszik. Úgy gondolom, hogy helyen van ott abszolút, mint belső védő. Több rutinos játékos is van, de elég sok a sérült is, tehát forgatni is fogják a csapatot, ha éppen valaki nem sérült, akkor ő fog játszani. Tehát úgy gondolom, hogy szükségük volt emberre, és szerintem szükségük volt fiatal, tehetséges játékosokra. Eszter a harmadik legerősebb svájci csapatnál van. Azt mondja, néhány hét tapasztalata alapján jobbak a körülmények, más, sokkal pörgősebb, célirányosabb az edzésmunka, mint idehaza női vonalon. Van külön védő edzőnk, úgymond, a férfiaknál volt játékos, és ugye én belső védő vagyok, és ő múltkor is az edzésünkön kint volt, és személy szerint odajött hozzám, hogy mit kéne fejlesztenem, mint védő. Tehát csak mint védő foglalkoznak velem, nem úgy, mint csapat, tehát specifikusan, és itt pedig pont most kezdték el ezt, ami nagyon jó számomra, mert olyan emberektől tanulhatok, akik tényleg nagy játékosok voltak, és ők mutatják meg, hogy mit kell csinálni. Főleg dinamikával szeretnék fejlődni, meg ami másik fontos, hogy tapasztalatot, minél többet játszani szeretnék. Jobban elfárad az edzéseken, mint idehaza, rendesen meghajtják, jegyezte meg. A feladatok közötti átmenet, az nekem nagyon szokatlan volt, míg sokszor mi két feladat közötti átsétáltunk egyik helyre a másikra. Itt körülbelül sprintbe kell közlekedni a két feladat között is, nekem már ez meglepő volt, illetve az egész ritmus, ahogy a labdatartások vannak, ott is meg kell halni egy labdatartó játéknál, és ez az ami különbség szerintem. Eszter túl van a bemutatkozáson, 2 meccsen már pályára is lépett a Basel színeiben. A második meccs az éppen előttük álló Zürich ellen volt, amit 2-1-re elvesztettek. Hát a Genf az első, és a Zürich a második. Úgy gondolom, hogy a Zürich az nem sokkal jobb csapat, mint mi, tehát most is 2-1-es mérkőzés játszottunk velük, ami lehetett volna X is, de győzhettünk is volna. De sajnos a pontokban már eléggé elcsúsztunk tőlük, úgyhogy nagyon kicsi az esély, hogy meg legyen a második hely, de azért még reménykedünk benne. Amennyiben a Basel megszerezné a második helyet a bajnokságban, úgy jogot szerezhetne arra, hogy a női bajnokok ligája selejtezőjében 2020-21-ben elinduljon. Csigi Eszter annak ellenére, hogy profi sportolóvá vált, párját ritkító módon nem szünetelteti nappali tagozatos magyarországi egyetemi tanulmányát a Pécsi Tudományegyetem pszichológiai szakán. Otthon tartotta a 3 pontot, és egy helyet előrébb lépett a tabellán a HR Rend Kozár Michelin csapata. Pókos Csaba együttese a Dunaharaszti MTK-t győzte le 1-0-ra az MB3-as labdarúgó bajnokság 18. fordulójában. A gárda a nemzetközi nőnapról sem feledkezett meg.
Virággal fogadták a hölgy szurkolókat a H-rend kozárbislány labdarúgói a március 8-ai bajnoki mérkőzésen. Pókos Csaba tanítványai a kiesés ellen küzdő Dunaharaszti MTK gárdáját fogadták. Az első helyzet a 9. percben a házigazdáknak adódott, Babinski közelről lőtt, de a vendégek kapusa hárított. A 33. percben Gere egy csel után 18 méterről lőtt kapura, a 36-ban pedig Turi a 16-osról rúgott a háló fel, de a vendégek kapusa szögletre mentett. A 38. percben aztán a Dunaharaszti MTK előtt is adódott egy veszélyes lehetőség, a labda azonban a védőkben és Ipacsban akadt el. Az 50. percben hazai sarokrúgás után nagy fejesét Babinski közelről lőtte kapura, de a vendégek hálóőre vetődve védett. Az 51. percben aztán Babinski cselezett befelé, majd 19 méterről egy szép lövéssel a jobb alsó sarokba lőtt, így 1-0 lett az eredmény. Az 55. percben Kozics került helyzetbe, eltalálta a kapufát, a kipattanó labda Ulakić elé került, akinek lövésszerű passzát a vendégkapus hárította. A 65. percben Tóth 1-1 vezette a labdát a vendégek kapusára, aki bravúrt bemutatva védett. A 68. percben Fekete közeli fejesét Füredi a gólvonalról húzta ki. A 73. percben Gacsal beadását Rétsági fejelte a mislenyi kapuba, de a játékvezető lest ítélt, így maradt az 1-0-ás eredmény. Nehezen sikerült hozni a kötelező győzelmet, de a H-rend kozármislen csapata itthon tudta tartani a 3 pontot, és egy helyet előrébb lépett a tabellán. Hát ez tipikus ilyen első mérkőzés, szezon első mérkőzése volt, én azt mondom, hogy felejthető. Szerettünk volna mindenképpen hazai pályán egy eredményes játékot, erősebb játékkal előrukkolni. Hát ez olyan volt, hogy valaki azt mondja nekem, hogy ilyen meccset fogunk játszani, ahol főleg a második félre értem ezt. Az ellenfelünknek volt 4-5 helyzete, nekünk volt 6 helyzetünk, tehát egy vízilabda eredmény lehetett volna ebből a mérkőzésben, szerintem egy 6-4 ide, javunkra. 1-0-as vezetésünk megvolt, és kétszer lezáratuk volna tényleg a mérkőzés, akkor nem lett volna, ez nem kellett volna izgulnunk nekünk a második fél időbe. Nem játszottunk jól, de a lényeg az most 3 pont volt. A Dunaharaszti MTK-tól 4-en távoztak és 2-en érkeztek télen. A vezetőedző szerint mindenre figyelni kell, hiszen szűk a keret. Króner Péter egységes, masszív csapatnak tartja a Dunaharasztit, de mint mondta, kellenek a sikerek, és reméli, hogy jönnek majd a pontok, a győzelmek. Hát egy küzdelmes mérkőzés volt. Én azt gondolom, így a vége felé talán az X az reálisabb lett volna, így a helyzetek alapján. Kicsit csalódott vagyok, mert tényleg nagyon küzdöttünk, és a mi helyzetünkben minden pontnak nagyon nagy jelentősége van. Jövő héten megint egy rangadó lesz, annyi pozitívunk van, hogy van 4-4 sárgásunk, nem kaptunk a mai meccsen sárgalapot, nem lett sérültünk, mert elég szűkös a létszámunk is, így összességben ennyi pozitívumról tudok beszélni. A jelenleg az 5. helyen álló H-rend kozármislen csapata március 14-én szombaton a tabella 10-éhez, az FC Dabashoz utazik az MB3-as bajnokság 19. fordulójában. Tartja 3. helyét a kozármislenyese női kézilabda csapata az MB1-B-s bajnokságban. Hétvégén Mohácsra utaztak Kovács Tamásék, ahol 7 góllal sikerült nyerniük. A baranyai rangadón Markovics Rebeka 10 gólig jutott, ezzel a mezőny legeredményesebbje lett a kozármislenyi játékos. 2 győzelem és 2 vereség volt a mérlege a tavaszi szezonban a kozármislenyese női kézilabda csapatának a szombati baranyai rangadó előtt. Kovács Tamás együttese a ligakupában tovább jutott, de sérülés és betegség miatt több játékost nélkülöznie kellett a vezetőedzőnek az utóbbi időben. A hétvégi ellenféllel ugyan a célok nem azonosak, hiszen a feljutásra törekvő kozármislenyese a 3. helyen áll a tabellán, míg a Mohács a kiesés ellen küzd. A 2 baranyai gárda egymás elleni mérkőzése mindig rangadónak számít. A szombati mohácsi összecsapáson mindkét oldalon voltak szép megoldások, de már az első félidőben látszott, hogy a hosszabb kispaddal bíró vendég kozármislenyiek megállíthatatlanok, és 15-18-as eredménnyel fordultak a csapatok. A második játék részben tovább növelte előnyét a kozármislenny, már 5 góllal is vezettek Kovács Tamásék, amikor Füzesi Ferenc csapata 2 gólra feljött, de kiegyenlíteni nem tudott. A végjátékot is jobban bírták a kozármislenyiek. A találkozó végeredménye
Mohácsi Téje 1888, Kozár Mislenyese 15-18-as félidő után 21-28. A különbség az talán a végén, ugye kinyílt az olló, de nagyon keményen meg kell dolgozni ezért a mérkőzésért. Azt gondolom, hogy a védelem és kapus teljesítmény extra volt ma, és ez volt a kulcsa ennek a mérkőzésnek. Én gratulálok a Mohács csapatának, mert tényleg nagyon, nagyon komolyan szívták magukat, és nagyon megnehezítették a dolgunkat. 22 lőtt gólnál ott megálltunk, ott 12 támadást nem sikerült bevezetnünk, gólba vinni. Több esetben zicsert hibáztunk, és gyakorlatilag ott eldönthettük volna a meccset, viszont hátul nagyon stabilak voltunk, és ez extra volt, illetve volt ma a Radocsai kapuba, aki szerint megint extrát nyújtott, és mellette, csapat mellett, tehát ugye van egy 10 gólos Markovics Rebekánk, akinek ezúttal is gratulálok, mert 10 gólt lőni az bármilyen bajnokságban nehéz. A mérkőzésen Markovics Rebeka szenzációs teljesítményt nyújtva 10 gólig jutott. Hát mindenféleképpen egy nagy löketet adott ez a csapatnak, és úgy gondolom, hogy elindultunk egy úton. A legfőbb utasítás az volt, hogy szívünket és a lelkünket tegyük bele ebbe a mérkőzésbe, és hát ezt szerintem 100%-osan teljesítettük, és tulajdonképpen ennek köszönhető ez a mérkőzés. Ugye Seferévinek a betegsége miatt hát több feladat hárult rám, és ezáltal próbáltam minél jobban oda tenni magamat, és hát remélem összejött. Március 14-én szombaton a Vasast fogadja Kovács Tamás együttese. A cél a dobogós hely megtartása a bajnokságban. 14. alkalommal rendezte meg az Aranyszalag Pécs RGS-e ritmikus gimnasztika kupáját. Az idei verseny különlegessége volt, hogy még Szlovákiából is érkeztek sportolók. A szezonnyitó megmérettetést Kozár Mislenyben rendezték. Az idei Aranyszalag kupára a ritmikus gimnasztikával még csak ismerkedő kislányoktól a profi versenyzőkig az ország számos pontjáról és Szlovákiából is érkeztek sportolók. A gyerekek többsége néhány éve űzi ezt a sportágat. Hát én 6 éve RG-zem, és azért választottam, mert nagyon tetszenek ezek a csillogó dolgok, és nagyon szerettem volna ezt csinálni. Országos bajnok vagyok, hát még szeretnék ugye lenni, és hát megpróbálkozom még nagyobb eredményekkel is. Nekem nagyon tetszenek a ruhák, meg ugye én nagyon szerettem volna ilyen hajlékony sportot űzni, és nekem ez tetszett meg. Labda és karika gyakorlatot mutattam be. Nem sikerült a legjobban, de a következő versenyen a Diákolimpián jobban fog. Az Aranyszalag Pécs RGS-e versenyzője Orsi tervei között az szerepel, hogy nem csak sportolóként foglalkozik majd az RG-vel a későbbiekben. Hát az országos bajnokságon 3. helyezett. És hát igazából így, hogy jól sikerüljenek a versenyek, és majd a jövőben edző szeretnék lenni. Melyik neked a kedvenc gyakorlatod? Karika. Karika? És miért szereted a karikát? Hát mert az a legegyszerűbb szer. Itt sokkal kevésbé izgulok, mint egy másik versenyen, és szerintem sokkal jobb. A 11 éves Aranyszalag Pécs RGS-e főprofilja a ritmikus gimnasztika, de a látványtáncokat is nagyon szeretik a gyerekek. Az egyesületben jelenleg 150 fiatal sportol. Ez az idei azért különleges egy kicsit, mert ez egy nemzetközi verseny. A ritmikus gimnasztika sportákban nálunk több szinten versenyeznek a versenyzők. Ma van a legfelsőbb A kategóriás B, illetve B light kategóriában, és a holnapi nap pedig a szabadidő kategóriában lesz, és a két napon körülbelül 400 gyakorlat kerül bemutatásra. Az Aranyszalagot 42 versenyző képviseli a mai, illetve a holnapi napon. Hát mivel ez egy ilyen barátságos verseny, nyilván mi azért a legjobbakat várjuk, de inkább az, hogy kipróbálni az új gyakorlatokat. Ez a szezonleges versenye nekünk, és igazándiból a lányoktól azt várjuk, hogy könnyedében egy kicsit a hazai pálya előnyében versenyezzenek. A tavalyi szezonunk is jól sikerült, nagyon szép eredményekkel zártuk az évet. Az idei évben a szabályok még nem változtak, úgyhogy a tavalyi szabályok alapján próbáltuk minél erősebb technikai pontszámra irányítani a gyakorlatokat, és egy kicsivel jobb eredményt várunk, de hát ez azt gondolom természetes is. Leila a szabad gyakorlatának elemeit sorolta fel, de nem csak ő, hanem nővére is ergézik. Mióta ergézelte, és miért ezt választottad? 5 éve, és nem tudom, miért. Ez a verseny most tetszik neked? Mm. Vannak már eredményeid, amiket elértél, elmondanád nekem?
Milyen eredményeket értél el? Hányadik helyezett voltál eddig? Nem volt még? Már volt, csak nem emlékszem. 4 éve Árgézek. Mit szeretsz benne? Hát az, hogy nagyon hajlékony vagyok, és könnyen mennek a dolgok. Holnap fogsz versenyezni? Milyen gyakorlatokat fogsz bemutatni? Karika és szabad. És mit vársz magadtól? Hát, legalább dobogót szeretnék elérni. Van olyan eredmény, amire büszke vagy, amit elértél már? Első helyezett. Hol? Hol voltál első? Azt már nem tudom. És mit szeretnél az RG-vel, mit szeretnél elérni? Hát igazából nem tudom. Van bele cél, ott felnőtt korodban is szeretnéd csinálni? Igen. Aki kíváncsi volt a sporteseményre, most testközelből tapasztalhatta meg, hogy bizony nem is egyszerű bánni a szerekkel, elképesztő ügyesség kell a buzogány, a labda, a szalag és a karika kezeléséhez. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, benne Baranya és Tolna megye friss sporthíreivel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!